Gonzalo Higuaín vezérletével a Juventus idegenben verte az AC Milan csapatát. A Real Madrid bomba meglepetésre vereséget szenvedett az újonc Girona otthonában. A Magyar Tiki-Taka TV bemutatja a fordulóról fordulóra sorozat legújabb epizódját. Ha szeretnél időben értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel csatornánkra. Kövess minket Facebookon és új Instagram oldalunkon is. A Paris Saint-Germain az eltiltott Neymar nélkül is könnyedén 3-0-ra legyőzte a tavalyi bronzérmes, ám jelenleg csak a tabella alsó felében helyet foglaló Nice csapatát. A párizsiak hőse Edinson Cavani volt, aki mindhárom hazai találatból kivette a részét. Kettőt az uruguayi támadó lőtt, míg a harmadik gólnál az ő visszafejert labdája pattant Dantéról a saját kapujába. Cavani ezzel a 11. duplájánál tart már a francia bajnokságban. A játékképe alapján a nem is könnyedén, de magabiztos győzelmet aratott a Monaco is, amely így megtartotta 4 pontos hátrányát a PSG-vel szemben. Így továbbra is ragadnak az élovasra. A hercegségbeliek Keita Baldé és Lemar Eben mindkét góljukat a második félidőben szerezték. A nyáron a Lációtól szerződtetett Keita egyre jobb formába lendül, hiszen zsinórban második meccsén talált be a kapuba. 11 forduló után 29 pontjával és 34-8-as gólkülönbségével továbbra is a Paris Saint-Germain áll az élen, második a 25 pontos Monaco, míg a harmadik helyre most a 22 pontos Lyon csapata jött fel. Bár ebben a fordulóban nem talált be, de a góllövő listát továbbra is a Monaco csatára Falcao vezeti, ám a duplázi tudó, itt 11 gólos Edinson Cavani már 2 gólra megközelítette őt. A harmadik helyen a fordulóban szintén 2 gólt szerző lyoni támadó Fekir áll 9 találatával. A Manchester United 1-0-as győzelmet aratott a Tottenham elleni rangadón a Premier League 10. fordulójában. A mérkőzés első félideje inkább nagy küzdelmet hozott, mintsem sziporkázó játékot, a kapuk csak ritkán forogtak veszélyben. A vendégeknél ez betudható annak is, hogy a góllövő listát vezető csatáruk Harry Kane sérülés miatt nem lépett pályára. Ezt követően a második félidőben rákapcsoltak a hazaiak, és egyre többször kerültek helyzetbe, azonban a vezető gól megszerzéséig egészen a 81. percig kellett várniuk. Ekkor a csereként beálló Martial volt eredményes, aminek köszönhetően a vörösörögök otthon tartották a 3 pontot. A United így továbbra is 100%-os hazai pályán a bajnokságban, és otthon eddig még gólt sem kaptak. Az éllovas Manchester City a West Brom otthonába látogatott, és ahogy megszokhattuk tőlük, igyekeztek már a mérkőzés elején eldönteni a találkozót. Ennek megfelelően Sané már a 10. percben megszerezte a vezetést, és bár ez 3 perccel később Rodriguez még kiegyenlítette, azonban a 15. minutumban Fernandinho találatával már újra a Citynél volt az előny. A bekapott gól ellenére a manchesteri kékek óriási fölényben játszottak, és kétség sem félretett a vezetésük jogosságához. A második félidő közepén Sterling találatával végleg bebiztosították a győzelmüket, és még az is belefér nekik, hogy a hazaiak Philips révén a 92. percben kozmetikázni tudtak az eredményen. Pep Guardiola csapata ezzel zsinórban 8. bajnoki meccsét nyerte meg, és 17 meccs óta nem találtak legyőzőre. A Chelsea bár alaposan megszenvedett az utolsó előtti helyen álló Bournemouth otthonában, de végül hozta a kötelezőt és 1-0-ra győzni tudott. A kékek megmentője ezúttal is Eden Hazard volt, aki az elmúlt 3 meccsén 3-szor is betalált az ellenfelek kapujába. A belga játékos a mindent eldöntő találatot a mérkőzés 51. percében szerezte. A Premier League élén továbbra is a Manchester City áll 28 pontjával, a második helyet a 23 pontos Manchester United foglalja el, míg veresége ellenére tartja a harmadik helyét a 20 pontos Tottenham Hotspur. A góllövő listán sem történt nagyobb változás, élen a 8 gólos Harry Kane, második a 7-7 gólos Aguero, Lukaku, Sterling trió, míg harmadik helyen 4 6-6 gólos játékos osztozik. Gabriel Jesus, Morata, Sané és Vardy. Újabb vereséget könyvelhetett el a forduló előtt listavezető Dortmund csapata, amely ezúttal a Hannover otthonában szaladt bele egy nagy arányú 4-2-es zakóba. A dortmundiak a második félidő elején Jarmolenko révén még ki tudták egyenlíteni a hazai a 2-1-es vezetését, ám pillanatokkal később a sárga-feketék első gólját szerző, a Barcelona által is figyelt Zagadou a kiállítás sorsára jutott, ami megpecsételte a vendégek sorsát.
A Hannoveriek a folytatásban kétszer is matolták Bürki kapust, eldöntve így a három pont sorsát. A Ruhrvidéki együttes így már három meccs óta nyeretlen a bajnokságban, és ezeken csak egy pontot szerzett. Ezt a lehetőséget könyörtelenül kihasználta a Bayern München csapata, amely 2-0-ra verte otthon a harmadik helyezett Lipcse együttesét. A vendégek sorsa már nagyjából a 13. percben eldőlt, amikor is a magyar származású védőjük Willi Orbán a kiállítás sorsára jutott. Mindössze 6 percet kellett arra várni, hogy a bajorok kihasználják az emberelőnyt, ekkor James Rodriguez talált be Gulácsi kapujába. A nagyszerűen futballozó hazaiak Lewandowski találatával a 38. percben megduplázták előnyüket, és miután több gól már nem esett, a Bayern otthon tartotta a 3 pontot. A címvédő ezzel a szezon során először 23 pontjával átvette a vezetést a tabellán, és Jupp Heynckes irányításával eddig még gólt sem kaptak a bajnokságban. A 20 pontos Dortmund újabb vereségének köszönhetően már csak a második helyen áll, a dobogó legalsó fokát pedig továbbra is a 19 pontos Lipcse foglalja el. A góllövőlista élén holt verseny alakult ki, Aubameyangnak és Lewandowskinak is 10-10 gólja van. Csak nevében volt rangadó a két ősi rivális AC Milan és Juventus összecsapása, hiszen a milánóiak csak a középmezőnyben foglalnak helyet, ezzel szemben a torinóiak a forduló előtt a harmadik helyen álltak a tabellán. A mérkőzést végül Gonzalo Higuain klasszisa döntötte el, aki az első és a második félidő közepén is betalált, és miután a Milán Kalinic révén csak kapufáig jutott, így a Juventus mindenféle megerőltetés nélkül magabiztosan 2-0-ra nyerte a találkozót. Az argentin csatár a 100. és 101. gólját szerezte az olasz bajnokságban. A Rómának sem okozott gondot a Nagy Ádámmal felálló Bologna legyőzése, és a héten a 25. születésnapját ünneplő El Sharabi találatával otthon tartották a 3 pontot. Az éllovas Napoli sem hibázott, amely ezúttal a Sassuolót verte otthon 3-1-re. Bár a vendégek Falcinelli révén még ki tudták egyenlíteni a hazaiak Allan által megszerzett előnyét, ám ez a gól csak arra volt jó, hogy felébresszék az alvó oroszlánt. Callejón még szünet előtt megszerezte a vezetést a nápolyiaknak, majd a második félidő elején a hónapok óta bombaformában lévő Mertens góljával végképp lezárták a mérkőzést. Az idén még veretlen és 31 pontos Napoli továbbra is az első helyen áll, második helyre jött fel a 28 pontos Juventus, míg rosszabb gólkülönbségével a szintén 28 ponttal rendelkező Lazio a harmadik helyet foglalja el. A fantasztikus formában lévő fővárosiak ezúttal a Benevento otthonában arattak egy 5-1-es győzelmet, és Zsinórban 6. meccsüket nyerték meg. A forduló előtt a második helyet elfoglaló Inter csapata ma este a Verona otthonában lép pályára, így a tabellán még előfordulhat változás. Megerősítette helyét a góllövőlista élén a 14 gólos Immobile, második a 11-11 gólos Dybala-Icardi duó, míg a harmadik helyen a most már 10 gólos Mertens áll. Az Athletic Bilbao otthonában aratott 2-0-as győzelmének köszönhetően a Barcelona továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát. A hazaiak ettől függetlenül nem vallottak szégyent, és több helyzetük is volt a mérkőzés során, azonban, mint tudjuk, a focit nem helyzetekre, hanem gólra játsszák. Gólt, illetve gólokat pedig Lionel Messi és Paulinho vezéletével csak a katalánok szereztek. Az argentin támadó a 36. percben szerezte meg a vezetést, amit a brazil középpályás a 92. duplázott meg. A Barcelona így a tavalyi szezont is figyelembe véve már 16 meccs óta nem talált legyőzőre a bajnokságban. A Real Madrid edzője a rotációt előszeretettel alkalmazó Zinedine Zidane ezúttal igyekezett a legerősebb kezdő 11-ét pályára küldeni a Girona elleni idegenbeli találkozón. Talán ő is érezte, hogy nehéz mérkőzésnek néznek elébe, és ez így is lett. Bár a Blancók Isco révén már a 12. percben megszerezték a vezetést, de aki ezek után könnyen madridi sikerre számított, annak bizony csalódnia kellett. A katalán kis csapat nem omlott össze a korán bekapott gólt követően, és lelkes játékuknak köszönhetően az 54. percben Stuani góljával egyenlíteni tudtak. Ráadásul 4 perccel később már a vezetést is megszerezték. Porto közeli találatával már a hazaiaknál volt az előny, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a gól erősen lesgyanús helyzetből született. A Real a hátralévő időben minden megtett az egyenlítésért, de miután az eredmény már nem változott, így a Girona csapata óriási meglepetésre 2-1-re legyőzte a címvédőt. A királyiak ezzel búcsút inthettek a 13 meccs óta tartó idegenbeli győzelmi sorozatuknak.
Ráadásul az újabb vereségük miatt immár 8 pontos a hátrányuk az éllovas Barcelonával szemben, akik 28 pontjukkal vezetik a tabellát. A második helyen továbbra is a Valencia áll, amely ezúttal az Alaves otthonában aratott 2-1-es győzelmet, ezzel már 24 pontosok a bajnokságban. A harmadik helyet pedig a 20 pontos Real Madrid foglalja el. A góllövő listát a 12 gólos Lionel Messi vezeti, második az ismét betaláló és már 9 gólos Simone Zaza, míg harmadik helyen a Villarreal támadója, a 8 gólos Bakambu áll. Ha tetszett a videó, nyomd rá egy lájkot, oszd meg Facebookon, és ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel csatornánkra!